Elkezdődött a suli, úgyhogy az étel intoleranciával küzdő nagylányomnak ezeket csomagolom nasinak. Nagyon jó ez a kis zsírszegény gesztenye. Tudom, egyébként ezek nem olcsó dolgok, de a zöldségeken kívül nagyjából más opciónk nincsen. Kókusz chipset is lehet egészséges nasinak tekinteni. Ez a banán chipset, ez azért tartalmaz kalóriát, de igazából mindenmentes, ez is nagyon jó. Édesség helyett jó a datoja, de egyébként a sárgarépa, karalábi, ezeket is szereti, és szoktam dobozolni. Vörös lencse tésztát bárhol találtok, akik glutén vagy lisztérzékenyek. Ez is nagyon klassz, ez is simán így kihűlve ilyen salátába teljesen jó az uzsi dobozba. És hát a tápióka puding, nem tudom, látjátok, itt vagyok én, mint varázsló az acskó elején. Tápióka pudingot rendszeresen csinálok neki, ezeket is ilyen kis üvegekbe tökéletesen be lehet vinni a suliba. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit szoktatok uzsonnára adni a gyerekeknek, nagyon kíváncsi vagyok.